Megszépül a Klebersberg kastély, a kormány újabb 450 millió forinttal támogatja a beruházást. Folytatódó egyeztetések, Tarlós István szerint február közepéig dönteni kell az agglomerációs közlekedésről. Rossz minták, a magyar gyerekek negyede túlsúlyos. A Budai Híradót látják, köszöntöm Önöket! Ma van a Magyar Kultúra Napja. 1989 óta, január 22-én emlékezünk meg arról, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Szatmárcsekén a himnuszt. Számos helyszínen az országban és határon túl közös versmondással, kiállításokkal, koncertekkel és előadásokkal ünnepeltek ma, és sok helyen egész hétvégén. Az Országos Széchenyi Könyvtár épületét, a könyvtári gyűjteményeket és az olvasói termeket ingyenes körsétán tekinthetik meg az érdeklődők. Emellett kétnapos konferenciát tartanak a Propaganda az első világháborúban című kiállításhoz kapcsolódóan. Várhatóan még idén tavasszal befejeződik a Pesthideg Kuti Klebersberg kastély felújítása. A munkálatokat még 2014-ben kezdték el. Az épület rendkívül leromlott állapota miatt a teljes felújításra a korábbi 700 millió felül további 450 millió forintot fordít a kormány. Az egykori oktatási miniszter otthonában többek között interaktív kiállítóteret hoznak létre, valamint pedagógusok számára tartanak majd továbbképzéseket. Folyamatosan dolgoznak a munkagépek a Pesthideg Kuti Klebersberg kastélynál. Az egykori oktatási miniszter kúriájának rekonstrukciója 2014-ben kezdődött el. Akkor a kormány 700 millió forinttal támogatta a felújítást, ám az épület rendkívül rossz állapota miatt most újabb 450 millió forintot fordítanak a helyreállításra. Épület rendkívül leromlott állagú volt, amikor elkezdték a felújítását, akkor már lehetett látni, hogy az az összeg, amiről korábban a kormány döntött, az nem lesz elegendő. Ezért ennek az összegnek a megnöveléséről döntött a kormány, és úgy döntött, hogy a szükséges berendezések beszerzését is támogatja. Tehát ebből az összegből nem csak a beruházást, a felújítást lehet majd befejezni, hanem be lehet szerezni azokat az eszközöket, technikai eszközöket, bútorokat, felszerelést, ami ennek az épületnek a reméljük, hogy gazdaságos üzemeltetéséhez szükséges. Az állami vagyonkezelő 2008-ban vásárolta vissza a korábban privatizált épületet. A tervek szerint a rekonstrukció részeként az egykori lakóházban interaktív múzeum mutatja majd be Klebersberg Kunó életművét. Ezen kívül kiállítótér, konferenciaterem, valamint a nagyhatású kultuszminiszter rekonstruált könyvtárszobája várja a látogatókat. Tudtuk meg a Klebersberg Kultúrkúria ügyvezető igazgatójától. Itt lesz ez a kiállítótér, amit egyébként terveztünk hozzá. A másik épületrész, ez a svájci lak, amiről beszéltem, ez egy gyönyörű favoritású épület. Itt egy gyönyörű díszkút van, egy pergolával körbefonva. Lesz egy interaktív része, ahol megismerkedhetnek Klebersberg és korával, hogy mit köszönhet a mai oktatás, kultúra és sportpolitika a Klebersbergnek, és lesznek állandó kiállítások. Nagyon sok Klebersberg ösztöndíjas tanult Rómába, Párizsba, ezt ugye nagyon sokan tudjuk. Híres képzőművészek lettek, és nekik a munkásságukból szeretnénk majd kiállításokat szervezni. A pedagógusok számára pedig lesz egy ilyen továbbképzési lehetőség is, hiszen a kastélyban lesz egy 50 fős szállás lehetőség étteremmel, és akkor itt pedig a kultúrkúriában meg tudjuk az oktatáshoz, képzéshez kapcsolódó egyéb feladatokat oldani. Dolhai István hozzátette, a második kerület gondozásában működő Klebersberg kultúrkúria és az állami tulajdonban lévő kastély üzemeltetésének kialakítása még folyamatban van. Azonban biztos, hogy az egymás közvetlen közelében álló intézmények szoros együttműködésben üzemelnek majd. A Klebersberg kastély rekonstrukciója várhatóan még idén áprilisban elkészül. Négy húsüzletben több mint egy tonna terméket foglalt le a Nébih. Az ellenőrzést egyszerre tartották a négy azonos érdekeltségi körbe tartozó üzletben. Egyik helyen sem tudták igazolni az áruk eredetét, a termékek egy részéről eltávolították a jelölést, egy részüknek pedig már lejárt a minőség megőrzési ideje. Emellett tiltott módon helyben lefagyasztott húsokat is találtak a szakemberek. Több mint 70 tételt vontak ki a forgalomból. Az eljárás folyamatban van, az ügyben milliós nagyságrendű bírság várható.
Szombaton egyeztet Tarlós István, Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterrel az agglomerációs közlekedésről. A főpolgármester pénteki sajtótájékoztatóján közölte, a fővárosi közgyűlés február közepi ülése előtt megegyezésnek kell születnie. Mint mondta, ha ez elhúzódik, akkor a főváros térítés ellenében technikailag továbbra is ellátja a szolgáltatást. A főpolgármester arról is beszélt, hogy át kellene gondolni a 65 év felettiek ingyenes utazásának biztosítását. Lázár János miniszterelnökséget vezető minisztere a múlt heti kormányinfó jelentette be, hogy az állam visszaveszi a fővárostól az agglomerációs közlekedés és a HÉV működtetését. A magyar állam, a magyar kormány ezt a terhet átveszi a fővárostól teljes egészében a Volán és a MÁV közreműködésével, és ezen kívül készen állunk a HÉV átvételére is. Tarlós István főpolgármester mai sajtótájékoztatóján többek között arról beszélt, az agglomerációs közlekedés biztosításáról szombaton tovább egyeztet Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterrel. Mint mondta, vita az átvétel módjáról van. Azt javasoljuk, mert ez lenne a legegyszerűbb megoldás, ha a buszközlekedésnél ugyanúgy lebonyolítanánk a szolgáltatást, mint eddig, és az állam nem nekünk, mert ugye a kormány és miniszterelnök úr Budapestnek a BKV-ra nem akar több pénzt adni, de nem kéne itt önmagához képest visszavonulnia, mert nem nekünk, hanem a Volánnak kifizetni az agglomerációs buszközlekedést, és akkor tényleg minden rendben lenne. Ha nem ez történik, hanem üzemeltetni is akarnak, az azért jelent problémát, és azért lesz akkor nehezebb és hosszabb időt igényelő megegyezni, mert ezek a buszviszonylatok, ezek jelentős mértékben, nagyobb hányadban Budapesten belüli útvonalon közlekednek. A főpolgármester elmondta, a fővárosi közgyűlés február közepén tartandó ülése előtt megegyezésnek kell születnie. Hozzátette, ha az elhúzódik, akkor a főváros térítés ellenében technikailag továbbra is ellátja a szolgáltatást. A HÉV átvételével kapcsolatban Tarlós István megjegyezte, a szerelvényeket 2-3 éven belül fel kell újítani, és a pályát is rendbe kell hozni, ami 60-100 milliárd forint közötti összegbe kerülne. A főpolgármester szerint át kellene gondolni a 65 év felettiek számára biztosított ingyenes utazást. Nem azt mondtam, hogy ezt mi most meg fogjuk lépni, csak azt mondtam, hogy azért ezen is el kellene gondolkodni, mert üres kasszából nem lehet közlekedést finanszírozni. Nem csak nekünk, egyébként az államnak sem. Amihez mi hozzá tudunk nyúlni, az a díjmentesség kérdése. A kettő köz különbség van, a díj kedvezmények kérdése. A díjmentesség az a 65 év fölöttiek és a 6 évesnél fiatalabbak ingyenes utazását érinti. A Budapesti Közlekedési Központ jelenleg 1000 embert foglalkoztat. Tarlós István bejelentette, ezt a létszámot 150 fővel csökkentik. 60 ezer új bölcsödei férőhelyet hoznak létre Magyarországon. Ezt mintegy 100 milliárd forintból 2018-ig valósítaná meg a kormány, közölte Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Hozzátette, az elmúlt években körülbelül 30 milliárd forintból 7 ezer új férőhelyet hoztak létre, valamint további 5 ezret újítottak fel, és így csak nem 1000 új munkahelyet hoztak létre. Emellett 20-30%-kal emelkedett a bölcsödék finanszírozására fordított összeg is. A szokásos érdeklődés sokszorosát mérik a bankok a 10 plusz 10 milliós csok megjelenése óta. A legtöbb helyen már befogadták az első igényléseket, és a kereslet tovább nőhet, írja a Világgazdaság. A kormány egyébként a napokban könnyített a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének feltételein. Eltörölték az államilag támogatott csokos lakáshiteleknél alkalmazandó 30 milliós értékhatárt. Ezzel Budapesten az eddigi 468 helyett 3292 lakás felel meg a csok feltételeinek. A magyar gyerekek negyede túlsúlyos, a középkorú felnőtteknél pedig még rosszabb az arány, gyakorlatilag minden második ember túlsúlyos vagy elhízott. A súlyfelesleg akár krónikus betegségeket is okozhat. A szakemberek szerint a gyerekeknek és a gyakran rossz mintát adó szülőknek is változtatni kellene étkezési szokásaikon.
Nemzetközi összehasonlításban is nagyon magas a túlsúlyos gyerekek aránya Magyarországon. Nekik gyakran szív- és érrendszeri, valamint emésztőszervi megbetegedésekkel kell megküzdeniük a helytelen táplálkozás miatt. Az Európai Unió és a magyar kormány is határozott lépéseket tesz, többek között a sófogyasztás visszaszorításáért. Ám az igazi változást a szülők felelősségteljes gondolkodása idézheti elő. A nemrég örökös ökoiskola címet nyert Arany János gimnáziumban például életvitel órákat is tartanak. Itt az egészséges táplálkozást népszerűsítik, de az iskolában elérhető ételeket is kontrollálják. Például a fehér kenyér, a fehér liszt az ki van szedve a sorból, tehát nagyon figyelek én is, hogy a büfé az ne árulhasson ilyen dolgokat, és ezt vállalta is természetesen. Otthonról viszont ellenőrizhetetlenül érkeznek a zsíros, sós vagy cukros ételek. A 6 éven aluli gyermekeknek kevesebb, mint tizede túlsúlyos. A középiskolások között már több, mint 2-szer ennyien küzdenek súlyfelesleggel. Az ok a kevés mozgás és a sok bevitt kalória. Azonban nem mindegy, hogy a gyerekek mikor esznek többet a kelleténél. Igazából 3 veszélyes periódus van a gyerekkornak. Mindháromra az a jellemző, hogyha ekkor éri a gyermeket plusz kalória terhelés, akkor ez nem csak a zsír lerakódásában fog megnyilvánulni, hanem a zsírsejtek szaporodásában is. Ilyen az első periódus a csecsemőkor, az első életév, az 5.-6. életév, valamint közvetlen a serdülés előtti, tehát ugye a 10-11. Életévre tehető periódus. Ilyenkor, ha fokozott kalóriabevitel éri a gyermeket, akkor szaporodnak a zsírsejtjei, ezek évekig, évtizedekig életben maradnak, és attól kezdve kizárólag a bevitt kalória egyensúly, és annak egyensúlya fogja eldönteni, hogy ezek a sejtek ezek feltöltődnek, vagy leürülnek. A gyermekkorban megszerzett hízási hajlam 35-40 éves korban már látható következményekkel jár. Egy olyan folyamatról van szó, amit összességében metabolikus szindrómának nevezünk. A lényege mindig túlsúlyos alapon a vércukorháztartás zavara, a zsírháztartás zavara, a vérnyomás szabályozása, és ebből fakadóan a szív- és érrendszeri betegség kifejlődése. A minőségi étkeztetés célzó kormányprogram első fél éve eltelt, a gyerekek nehezen viselik a sóelvonást és az új ízeket. A szakember szerint a megelőzés, a gyermekkori tudatformálás lenne a megoldás, vagyis a rossz otthoni példákat kellene megváltoztatni. Adásunkat az interneten is követhetik honlapunkon, a www.hegyvidéktv.hu oldalon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, szép hétvégét kívánok!